Igazán mérges vagyok önre, atyám. Miért? Azért, mert nem úgy viselkedett, ahogyan egy pap kötelessége lenne. Vagy olyas valaki, akiben megbízhat az ember. Azt hittem maga azért él, hogy másokon segítsen. Úgy érzi, elrontottam valamit? Kérem, Maximilián asszony, én illedelmes férfi vagyok. Elveim vannak, emellett pap vagyok. És nagyon meglep, hogy ilyen hangon beszél velem Isten házában. Bocsásson meg, atyám, de most férfiként kell beszélnem magával, mert papként ugyebár már megtette, ami a kötelessége volt. A lányom beszámolt önnek a problémájáról, abban a reményben, hogy ön nyomást gyakorol Carlos Alberto Junquerára, hogy hozza helyre a hibáját. Nem. Nem hiszem, hogy részletesen ecsetelnem kéne ezt a témát. Annabella elmondta. És igaz, hogy megkért, hogy segítsek. De nem tartatok pisztolyt egyetlen férfi homlokához sem, hogy rávegyem. Egy pillanat, atyám. Maga is tudja, hogy a lányom és Carlos Alberto Junquera régóta jegyben járnak. De azt is tudom, Maximiliana asszony, hogy maga ellenük volt, amikor össze akartak házasodni. És most hirtelen az ellenkezőjét akarja. Az én kétségbeesésem egy anya és lánya sorsáról szól. Azok után, ami történt, Carlos Albertónak helyre kell állítania a lányom becsületét, mi úri családból származunk. Ezért követelem, hogy járjon közben érte. Carlos Alberto beteg. Megsérült egy balesetben. Baleset. Ugyan már ne vicceljen velem. Csak meg akar szökni a kötelessége elől. És ha beszélni akar vele, attól még nem romlik meg az a kicsattanó egészsége. Én nem mehetek oda abba a házba, mert van méltóságom. Be nem tenném a lábam abba a pokolba. De maga ez esetben is nagy hatással lehet Carlos Albertóra. Rá kell vennie azt a szégyen berend, hogy lépjen. De asszony... Kényszerítse rá, hogy tegye meg végre, ami a kötelessége!